Jó estét kívánok nézőinknek! Önök a Tatai Televízió Tallózó című műsorát látják szeptember 4-én, hétfőn. Adásunkban beszámolunk az elmúlt hét legfontosabb eseményeiről. Tartsanak velünk! Tata adott otthont a 22. főépítészi konferenciának. Ennek összefoglalóját hétfői adásunkban láthatták. Ahogy azt is, hogy egy kis közösség, családias hangulatú programja az agostiáni Szent Ágoston búcsú. Erről szóló összeállításunkat is hétfői híradónkban láthatták. Közel 100 vendéggel szervezték meg az első testvérvárosi sporttalálkozót, amelynek nagy sikere volt minden város delegáltjainak körében. Erről szóló híradós anyagunkat is hétfői híradónkban láthatták. A Tatai konferencia emlékeként a 22. szalag is felkerült az országos főépítészi konferencia vándorzászlajára, melyet a rendezvény zárónapján ünnepélyes keretek közt adott át a polgármester a következő helyszín Kaposvár képviselőinek. Úgy hallottam itt a résztvevőktől, hogy nagyon jó sikerült konferencián vagyunk túl, tehát ilyenkor mindig nehéz überelni egy konferenciát. Mi ezt megpróbáljuk. Kaposváron rengeteg építkezés folyik, akár sportberuházás, de említhetném a szimbólumunkat, a kaposvári színháznak az építését. Tehát mikor a konferencia Kaposváron lesz jövő évben, augusztusban, akkor rengeteg építkezést fognak látni. Mi nem kész épületeket fogunk bemutatni, hanem az építkezések dandárját fogják látni. Sok dologról beszéltünk. Ez lehet ilyen a divat, lehet a természeti környezetünk, illetve Kaposvár egy okos város, egy zöld város fele indul el. Mindenképpen ebben a témákban szeretnénk a konferencián bemutatni Kaposvárt. Az ország főépítészei saját kezdeményezésükre 1996 óta tartják ilyen keretek közt szakmai fórumukat, melynek aktualitását egyrészt a vendéglátó település témaötlete, mottója adja, másrészt azok az időszerű problémák, kihívások, melyekkel az országban több főépítész is szembesül. A hétköznapokban, ha nem is elszigetelten, de mindenki a saját várában, a saját településen küzd és dolgozik, és próbálja szebbé és barátságosabbá, otthonosabbá tenni a saját települését. Erre nagyon kevés és egy-egy évben nagyon nagy szükség ez az alkalom, amikor összejönnek. Az elért eredményekről is tudnak egymással konzultálni, ezt megosztani, és ugyanúgy a nehézségek azok azt is kell érezniük, hogy nem egyedül vannak bozót harcban, hanem ugyanazok a problémákkal esetleg mások is küzdenek, és ha én is hozzátok kezd segíteni abban, hogy ha van esetleg erre valami megoldás, akkor ezt közösen párbeszéddel hogyan tudjuk megoldani mindannyiunk javára. Azért nagyon fontos, mert a kormányzat elszánta magát, hogy a család és otthon teremtésben is nagyot lép, nem csak a csokkokban, hogy a népesség növekedésben is, hogy a fiatalok egyre több gyermeket tudjanak vállalni, hanem mi építészek is beálltunk ebbe a munkába olyan formán, hogy próbáljuk a családi otthon építkezéseket olyan módon támogatni, hogy most már nem kell engedély a családi házak építésekor, hanem elég az egyszerű bejelentés. Ez egy forradalmi dolog, és aki építész, az tudja, hogy most már nem csak 6-8 hónapot kell várni egy-egy engedélyre, hanem 15 nap elteltével már meg tudja kezdeni az építkezést. Ez egy paradigmaváltás a mi szakmánkban. Ezzel próbálunk hozzájárulni, hogy egyrészt a népesség megtartása az egy-egy elnéptelenül kisebb falvaknál, ez nagyon nehéz dolog. Persze ez kell a munka lehetőség is, de amit az építész hozzá tud tenni, hogy barátságosabb, otthonosabb legyen, és fölújítható legyen egy-egy ház, egy-egy utca, ahhoz mi mindent meg szeretnénk teremteni. Hagyományos felvonulással indult az agostiáni Szent Ágoston napi búcsú, amelyet minden évben augusztus 28-a környékén, vagyis Szent Ágoston neve napjához közeli hétvégén szerveznek meg. A hosszú ideig önálló településként élő városrész fejlesztését is ugyanolyan fontosnak tartja a városvezetés, mint a Tamás részeit, ugyanakkor a kifejezetten agostiáni hagyományok őrzését is támogatják. Azzal, hogy sajnos valamikor Agostyánnak megszűnt az önállósága, mint településnek és Tatához kapcsolták, ezzel egy kicsit veszített is, de ugyanakkor meg sokat nyert azzal, hogy kiterjedt a falu, hiszen most már egész Tata Agostyán is. És ezt így kell az agostyániaknak is megélni, hogy nem úgy kell venniük, hogy hát Agostyán az valami külső pereme Tatának, nem, Tata Agostyán is. És ennek a szép alkalma minden esztendőben a agostyáni búcsú, a Szent Ágoston napi búcsú.
Igyekszünk nagyon, hogy érezzék azt a gondoskodást, amit az egész város minden területe kell, hogy érezzen. Persze ebben benne van az is, hogy nem tudunk mindent itt Agostyánban is még egyszer megcsinálni, tehát amikor egy városi sportcsarnok épül, akkor az Tatán épül, vagy amikor egy iskolát felújítunk, azt Tatán tehetjük meg, de egy nagyon-nagyon kedves aranyos óvodája van a településnek, és hát most például azzal, hogy az Agostyán és Tata központja, tehát a Harangláptól Agostyánig lehet majd kerékpárúton végre kerekezni, meg begyalogolni, besétálni, ez meg teljesen az agostyániaké lesz. Tataiak is persze kijöhetnek rajta, de főleg azért csináljuk, hogy az agostyániaknak valóban egy biztonságos új közlekedésük lehessen a város felé. Beadtuk a pályázatot, nagyon-nagyon reménykedünk, hogy hamarosan válasz lesz rá, és elkezdhetjük az építkezést. Agostyán az egyik legfontosabb belterülete Tatának, és azért él még mindig a falu virulens, és egyre több fiatal költözik ide, mert valóban úgy élik az életüket, mint egy erős belterületi közösség. Tehát az a kultúra, amit a betelepülős vábok hoztak, évszázadokon keresztül megőrződött, és azok a helyi kisközösségek, mint például az önkéntes tűzoltó egyesület, további erőforrást jelentenek a falu számára. És éppen most beszélgettünk itt az elmúlt percekben, hogy van még 2 Agostyánba beköltözni kívánó család az unokákkal együtt, ami azt jelenti, hogy Agostyánon az intézményeknek nem csak a karbantartására, de a kapacitás fejlesztésére is oda kell figyelni a polgármester úrnak. Tehát nem véletlen az sem, hogy végre kerékpárút és járda épül Tatáról, Újhegy érintésével egészen Agostyánig a következő esztendőben. Régebben sokkal nagyobb számban vettek részt az agostyániak a Szent Ágoston napi búcsún. Ilyenkor ugyanis hagyomány volt, hogy a családok összejöttek és együtt ünnepeltek. A szervezők, az önkormányzat és az önkéntes tűzoltó egyesület persze szeretnék, ha az agostyáni búcsú újra régi fényében tündökölne. Ezért mindent megtesznek azért, hogy minél vonzóbb programokat találjanak ki, amelyre minden agostyáni, minden korosztály szívesen ellátogat. Régebben ezt a búcsút ugye a falu szervezte, és utána bevállalta, mert ugye már nem volt aki szervezett, akkor bevállalta az egyesületünk a szervezését, és akkor mi hajtottuk végre 5-6 éven keresztül, majd ugye a kultúrházat kibérelte egy család, akik a kantrit üzemeltették, és akkor így a kantri szervezte. Most az idei évben valami miatt ugye szétment a család, és nem szervezték, így nagyon köszönjük a önkormányzatnak, hogy bevállalta a szervezést, nagy részét. Hát régben sokkal nagyobb hanyománya volt ennek a búcsúnak. Én azt szoktam mondani, hogy amikor gyermek voltam, akkor kispuskát, matchboxot és egyéb dolgokat nem tudtunk vásárolni, illetve nem kaptunk a szülőktől, nagyszülőktől, csak amikor a búcsú volt. Ugye a mai világ az odáig ment már előre, hogy most már ugye a játékboltokban mindig megkapják a fiatalok, tehát így már nincs akkora vonzereje szerintem a búcsúnak. Hát a búcsú inkább már most csak arról szól, hogy tehát azért a családoknak de már csak, hogy mondjam, a szűkebb része találkozik. A program az úgy alakul, hogy a felvonulás után egy ünnepi műsor következik, egy protokollális rész, köszöntő, polgármester úr köszönti a népet, országos képviselő Bencsik János is köszönti, borcsapra verés, utána még egy kis pötörkés műsor, és a Schwab bát pedig a tarjáni fiatalok, fiúk fogják szolgálni, az a fő és legkönnyedebb része a rendezvénynek, akkor rengetegen részt vesznek, és hát vidáman együtt vannak. Én szerintem ez a legnagyobb jelentősége, hogy ez a egyrészt egy közösségé kovácsolja a falut. Itt azért sokan együtt vannak, barátságok, és nem az egymással való haragvás, hanem inkább a békesség jellemző, és ezt kellene erősíteni. Meg hát az is nagyon fontos, hogy évente egyszer legyen egy ilyen falubéli esemény is, ahol mindenki elfelejti a búját, gondját, és egyszerűen csak felhőtlenül örül, mulat. Ügyességi feladatok sok, asztali tenisz és teremfoci. Igazán sok színűre sikerült az első alkalommal megrendezett testvérvárosi sporttalálkozó, ahol gerlingeni, pincsovi, szovátai, szőgyéni és persze tatai csapatok mérték össze tudásukat.
Arra gondoltunk, amikor elkészült az új sportcsarnokunk, hogy nem lehetünk olyanok, hogy ez csak a miénk, hanem minél jobban, ugye a szeretet annál nagyobb, minél jobban megosztjuk. Ezért hívtuk meg a testvérvárosainkat, és nagy öröm, hogy 4 testvérváros az első hívó szóra rögtön el is jött, ez azt jelenti, majdnem a fele a testvérvárosainknak itt volt, és így egy 5-ös fogadként Tatával kiegészülve szenzációs jó kis versenyek voltak, nagy öröm volt belenézni valóban, és azt remélem, hogy jövőre a tataiak már azért versengenek majd a gyerekeink, hogy ki lehet részese ennek a játéknak. Jövőre talán egy ilyen válogató játékos versenyt kéne szervezzünk, és akkor a legjobbak vehetnek részt ezen a testvérvárosi kupán jövő nyár végére. A játék a lényege, az a lényege az egésznek megint csak, hogy barátkoztassuk a fiataljainkat, mert hogyha a Gerlingeni beszélget az erdélyi szovátaival, vagy a felvidéki tud beszélgetni a lengyel testvérvárosunkkal, akkor az egy nagyon-nagyon jó, vagy a többiek egymással, a magyarok egymás között nagyon-nagyon fontos, hogy a barátságot a gyerekeinkben minél mélyebben elültessük, hogy a környező országokban élőkkel, elsősorban mi magyarok magunkkal, de természetesen testvérvárosi többi fiatallal is nagyon-nagyon jó kapcsolatot építsünk ki, és megszeressük egymást. Többféle sportágban, többféle korosztályban versenyeztünk, sikereket is értünk el, és köszönjük a lehetőséget, a meghívást, a nagyszerű szervezést, és ezt a szép néhány napot, amit itt tölthettünk Tatán ebben a gyönyörű városban. Ügyesek voltak a gyerekeink, de a többi csapat is ügyes volt, és hát szép meccseket láthattunk, valóban kiélezett mérkőzések voltak, jó iramú meccsek, ahol a gyerekek bemutatták azt, hogy nem most rúgtak először labdába, látszott a labdakezelés, taktikájuk volt, és valóban látványos szép meccseket láthattunk. A versenyeken mindenki jeleskedett. Asztali teniszben a tataiak és Szobáta csapata, kosárlabdában a tataiak és gerlingeniek, teremfociban szintén a hazaiak, még sakkban a szobátaiak bizonyultak a legeredményesebbnek. A vasárnapi eredményhirdetésen érmekkel és kupákkal jutalmazták a legjobbakat. Augusztus 29-i keddi híradónkban mi is az iskola kezdésre hangolódtunk. A református gimnáziumban is beindult az élet, az elsős diákok a tanítás előtti napokban ismerkedtek az iskolával, tanáraikkal és diáktársaikkal. Erről szól összeállításunkat kedden láthatták. Hagyományos gólyanapot szerveztek a 9. évfolyamnak az 5-ös József gimnáziumban, erről is kedden számoltunk be önöknek. Ki vidáman kisírva kezdi a kis csoportot, az óvodákban is elkezdődött a legkisebbek beszoktatása, mi a kertvárosi óvodába látogattunk el. A napokban az utolsó szobrokat is elszállítják a zsinagógából, mi is bepillanthattunk a pakolás rejtelmeibe, erről szóló összeállításunkat is keddi híradónkban mutattuk be önöknek. A templomba történő bevonulást és a szerdai évnyitó menetét próbálták el a tatai református gimnázium újoncaival. Az iskola 7. és 9. évfolyama az iskola kezdést megelőző időszakban ismerkedik a házirenddel, az iskolai szokásokkal, és nem utolsó sorban a diáktársakkal. Nálunk a református gimnáziumban mindig korábban kezdődik egy picit a tanév. Hivatalosan a tanítás természetesen szeptember 1-én, de szeretnénk, hogyha erre az időre már nem csak egy új ember tömeg érkezne, vagy egy szám, hanem név szerint is ismernénk azokat, akik 7. illetve 9. osztályt kezdenek nálunk. A mai napon egy tanévkezdő csendes napon vettek részt, az első refis áhítatukon, aztán igazgató úr tartott egy tájékoztatót, néhány útravalót helyezett a tarisznyájukba, hogy hogyan is érdemes itt a tanulást kezdeni, valamint a tanévnyitónkat is elpróbáltuk. Ez nálunk hagyomány, hogy egy istentisztelet keretében történik, mert szeretnénk, hogyha kicsit a sportoláshoz hasonlóan, hogyha a rajt az már egy átgondolt rajt lenne, egy picit megállnánk, egy picit elgondolkodnánk, hogy hova is indulunk, összeszednénk az erőnket, és nem utolsó sorban a Jóisten segítségét is kérnénk az előttünk álló feladatokra, örömökre, nehézségekre, küzdelmekre. Összesen 90 új diákunk lesz, 27-en kezdik a 7-et, ugye már 3. éve kezdünk 6-osztályos képzésben indító osztállyal is, és 2 új 9-dik 31 és 32 fővel indul, úgyhogy lelkesen vártuk őket. A mi véleményünk is, és az intézmény véleménye az, hogy ismerjük meg először egymást, akik egy közösségbe, egy osztályba fognak járni, és akkor utána könnyebben be tudnak illeszkedni. Egy picit vegyék át azt a szellemiséget, amit mi itt képviselünk a református intézményben, és akkor így sokkal könnyebb lesz nekik a beilleszkedés, illetve ismerjenek meg minket, és akkor
hamarabb kialakul egy kötődés, mint mondjuk először becsöppennek szeptember 1-én a sűrűjébe. Farkas Diana tanárnő is nagy feladat elé néz, hiszen élete első saját osztálya lesz a mostani. Megtiszteltető feladat egyébként itt állni egy osztálynak a vezetőjeként, de nagyon izgulok, hiszen nagyon kevés a korkülönbség köztem és a diákjaim között, úgyhogy egy picit én is még diák vagyok, és picit már nem, tehát hogy fiatal vagyok ahhoz képest, de nagyon várom is, és kíváncsi vagyok, és igyekszem beletenni mindent, amit kell. Reggeli torna gyanánt egy kis latinos tánccal indult a gólyák első napja az új iskolájukban. Az Eötvös József gimnáziumban hosszú évek óta hagyomány, hogy a 9. évfolyamot augusztus utolsó napjaiban bevezetik az iskolai életbe, és ezzel együtt lehetőséget kapnak arra is, hogy megismerjék osztályfőnökeiket és az osztálytársakat is. Mai nap legfontosabb dolga az ismerkedés, hogy ismerjék meg az iskolát, ismerjék meg egymást, ismerjék meg évfolyamon belül egymást, tehát erre megy ki az összes játék. Most éppen egy ilyen csoporton belül ismerkedős programot csináltunk. Ez nálunk már hagyomány, szinte minden évben ugyanazokat a játékokat játszhatjuk, ez általában beszokott jönni a diákoknak. Utána az osztályfőnökökkel ismerkednek, meg megismerik a tantermüket, meg megismerik belőle az iskolát, valamikor körbe is sétálnak, ez majd napközben, amikor megoldjuk, amikor éppen van egy 10 perc szünetünk, és utána pedig ebéd, és minden évben van nálunk egy olyan, hogy megismerjük Tata történelmét. Ez ma is így fog zajlani, utána megismerkedünk Tata történelmével, vagyis velük megismertetjük Tata történelmét, és utána indulunk el a Tata túrára. Tata túra az a tóparton fog végigmenni, itt Tata szépségét bemutatjuk nekik, hogy tudják, merre kell például lemenni a buszvégállomásra. Úgyhogy ott fognak lemenni majd a tóparton, itt megkerüljük a tavat, és majd úgy jövünk vissza, hogy nem körbe, hanem ugyanúgy visszajövünk. Itt igazából állomások vannak, ahol hát különböző játékok, inkább úgy fogalmazok, különböző feladatok vannak, és nap végén így a Tata túrából és egész napos programokból pedig győztes fogunk hirdetni, és utána pedig egy ilyen ismerkedő zenés esttel zárjuk a programot. Nekünk igazából mind felelősség, mind szórakozás. Szerintem ez mindenki így fogja fel, aki itt van, mint szervező. A gólyák meg láthatóan élvezik, úgyhogy nekünk már megérte akkor, hogyha ez nekik jó. A gólyanap célja, ugyanúgy, mint előző években, hogy a gólyákat megismertessük az iskola környékével, megismerik a diák önkormányzat életét, és kicsit nyugodtabban érkezzenek meg az első nap, mert így megismerik már egymást is. Az osztályok góréi már nyáron szerveztek nekik programokat, volt, akik strandra mentek, volt, akik beszélgettek a tóparton, úgyhogy nekik ez jó abból a szempontból, hogy már úgy jönnek be az iskolapadba, hogy ismerik az osztálytársaikat. Kividáman kisírva érkezik az óvodába. Augusztus utolsó napjaiban zajlik a beszoktatás időszaka a kertvárosi intézményben, ahol az óvónők bizony néha csak nehézségek árán tudják megnyugtatni a csöpségeket. A bölcsödéből érkező apróságoknak könnyebb az átállás, de általában az otthonról érkező gyerekek, akik először jönnek közösségbe, nekik kicsit nehezebb megszokni az új környezetet. Az első napokban persze csak egy-egy órát töltenek a gyermekek szüleik nélkül a csoportban, majd fokozatosan egyre többet. Múlt héten nyitottuk az óvodát, az egész augusztus a beszokás jegyében telik, mind a felsőbb nagycsoportos és középső csoportos gyerekeknek a hosszú egy hónapos nyári vakáció után a visszatérés pillanatai vannak soron az óvodában, és ugye megérkeznek lassan az új kis fecskék az óvodába, vagy hogy pontosan akarok fogalmazni, az új kis katica bogarak, ugyanis a katica csoport lesz idén a kis csoportos a kertvárosi óvodában, és az ő beszoktatásuk, befogadásuk zajlik jelenleg. Egy komoly programsorozattal készülünk. A célunk az, hogy minél zökkenőmentesebben történjen meg az óvodába történő átmenet. Ugye nagyon sok kisgyermek otthonról érkezik, és ez az új első közeg, amikor találkoznak a társakkal, egy új intézményi szervezetbe lépnek be. Már április hónapban nyílt nappal várjuk őket, ahol a szülők betekintést kaphatnak az óvodai életbe. Majd a mai nap pedig kimondottan egy ilyen ráhangoló nap, ahogy a neve is mondja, próbáljuk már az óvodai légkörbe őket beilleszteni. Ma már szülők nélkül vannak itt. Eddig minden nap lehetőség volt, hogy szülőkkel érkezzenek és együtt legyenek. Ma van az első nap, hogy már egyedül vannak itt egy-egy órára a gyerekek.
minden kisgyermek más, ugye, más az egyéni befogadási tempója is. Hát a bölcsisek, ahogy az lenni szokott, egy kicsit talpra esettebbek, önállóak. Ugyanakkor ma van olyan kis, újra kiscsoportos kisgyerekünk, aki nagyon nehezen érkezett meg az óvodába. Hát az otthonról érkezőknek egy picit nehezebb a dolga, és hát reggel találkoztam jó pár kisírt szemű édesanyával is az óvoda kapujába, úgyhogy azt gondolom, az egész családnak nagyon nehéz. Éppen ezért a kollégáimmal azon vagyunk, hogy a lehető legbarátságosabb és melegebb légkört teremtsük a sikeres beilleszkedés érdekében. Az óvodában nemrég egy kisebb mértékű felújítás is történt. Az idei évben a két csoportszobában lecseréltük a teljes radiátor rendszert, ugyanis már nagyon elavult volt a régi, illetve az öltözőbe új fogassor került kialakításra, és hát folyamatban van, ugyan még nem készült el, de mind a két nagyméretű csoportszobában egy teljesen új szobabútor fogja várni a gyerekeket, egy hatalmas nagy beépített szekrénysort fogunk kapni az idei évben, remélhetőleg szeptember végére meg is érkezik. Végéhez közeledik a tatai görög-római szobormásolatok kiállítás darabjainak elszállítása a zsinagógából. A szobrok új otthona a komáromi csillagerőd lesz, ám előbb a Szépművészeti Múzeum egyik raktárába kerülnek, ahol restaurálják őket. A Szépművészeti Múzeum egykori gipszmásolat gyűjteménye eredetileg mintegy 1000 alkotást jelentett, amelyből 650 antik szobrok másolata volt, 300 pedig középkor és reneszánsz korabeli műveké. Az 1970-es évek közepén aztán a gyűjtemény egy része a tatai Kuni Domokos Múzeum kezelésébe került. A gipszekből 1977. októberében az erre a célra felújított és átalakított tatai zsinagóga épületében nyílt meg a kiállítás. A szállítási munkálatok fejtörést is okoznak a szakembereknek, hiszen a több méteres szobrok némelyikét csak darabokban tudják elszállítani. A alakuláskor, tehát még a 19. században Európa szerte egy közkedvelt gyűjteménytípus volt a Szobormásolatok Múzeuma. Eredeti nagyságban és az eredeti felületet szinte lehetett látni ezeken, ami nagyban megkülönböztette mondjuk egy nyomtatott anyagnak a vizsgálatától. Szépművészeti Múzeum gyűjteménye is ebbe a sorba illeszkedik bele. Még a gyűjtemény alapját Pulszky Ferenc vetette meg a Nemzeti Múzeumban, 1869-ben kezdte el gyűjteni a antik szobrok másolatait a Nemzeti Múzeumban. Az ő általa kezdeményezett gyűjtés folytatódott a Szépművészeti Múzeum megnyitása után, illetve már azt megelőzően is a Szépművészeti Múzeumban. Az anyag eredetileg egy jellemzően görög, archaikus és klasszikus kori gyűjtemény volt. A késő klasszikus kort látjuk itt a tatai zsinagógában szállítás közben, illetve hellenisztikus és néhány római kori szobrot. A Liget Budapest projektnek köszönhetően tehát több évtized után rendeződhet a Szépművészeti Múzeum hányatott sorsú gipszgyűjteményének helyzete. A komáromi csillagerőd átfogó megújításával és a Városliget melletti országos múzeumi restaurálási és raktározási központ megépítésével méltó otthonra találnak a művészettörténet különleges relikviái, amelyek a jövőben oktatási, ismeretterjesztési és tudományos célokat szolgálhatnak majd. Elkezdődött a 2017-2018-as tanév. A református gimnáziumban hagyományosan tanévnyitó istentiszteletet tartottak. Erről szól összeállításunkat szerdai híradónkban láthatták. Raktár szerda új játékkal csalogatja az online látogatókat a Német Nemzetiségi Múzeum. Az erről való tudnivalókat is szerdán nézhették meg híradónkban. Szabó Előd református lelkész által tartott istentisztelettel kezdődött meg ma délután a református templomban a tatai református gimnázium tanévnyitó ünnepsége. Az idei már a 13. tanévük, s az igényeket figyelembe véve nem csupán 4, hanem 6 osztályos gimnáziumi oktatás folyik. 4 osztályos hagyományosan indultunk 13 évvel ezelőtt, aztán más református iskolák tapasztalatai alapján a környéken tapasztalható kereslet figyelembevételével indítottuk el 2 évvel ezelőtt a 6 osztályos képzést.
egész más a 12 éves gyermekeket tanítani, más nevelési módszerekkel, más hozzáállással kell nyúlni ezekhez a gyerekekhez. Nyilván mi a református iskola rendszeren belül segítséget kapunk egymástól, tehát most is kaptunk tanmeneteket, helyi tantervet, de azt mindenképpen a helyi viszonyainkhoz kellett igazítani, és így tudtuk megkezdeni a tanítást. Az intézményben 12 osztályban 362 diák kezdi meg az idén a tanulmányokat. Az eddig eltelt 13 év között nem volt két egyforma, ez így lesz most is. Sok újdonság, például a 6 év folyamos képzés fölérkezett a 9. év folyamra, így most két típusú 9. év folyam találkozik együtt, de változások történtek a nyelvvizsga területén is, a tankönyvellátás területén is, szóval mindig akad tanulnivaló nekünk, tanároknak is. Tanításban én bízom benne, hogy ugyanazt tudjuk adni, mint az ország más jó gimnáziumai. Egy néhány évvel ezelőtti összehasonlítás alapján a 100 legjobb vidéki gimnázium között rangsoroltak bennünket, tehát nem ebben látom a különbséget. A különbséget nevelésben próbáljuk nyújtani, ezt minden évben az évnyitón is elhangzik, hogy a keresztény és a nemzeti kultúra fokozott megbecsülése, erre való nevelés az iskola egyik központi feladata. A tanévnyitót követően holnap úgynevezett csendes nap lesz. Pénteken pedig már megkezdődnek a diákok számára a 2017-2018-as tanév munkanapjai. Kiállításon eddig még soha nem láthatta a közönség azokat a tárgyakat, amelyek a Német Nemzetiségi Múzeum közösségi oldalán felbukkannak szerdánként. Augusztus elején kitaláltam egy játékot a múzeumnak a közösségi média felületén, és ennek a játéknak az a neve, hogy Raktárszerda. Raktárszerda hashtaggel kell beszállni a játékba, ugye a hashtagről tudjuk, hogy ez egy ilyen kereső címke, és a közösségi média felületeken, hogyha bizonyos kifejezéseket ellátunk ezzel a hashtaggel, akkor ezek a posztok, ezek egy hírfolyamba összeolvashatók. Az alapvető ötlet az egy tulajdonképpen egy múzeumelméleti, múzeumtörténeti ötlet, amit százszor el szoktunk mondani múzeológus körökbe, hogy a múzeumoknak a tárgyainak a nagy része az a raktárakba pihen, és nem látható a nagy közönség számára. Ugye régebben ez nem így volt, és 100 évvel ezelőtt a múzeumok úgy néztek ki, mint egy ilyen nagy ószeres piac, és minden tárgyat kiraktak, de ez manapság már nem divatos, és csak nagyon válogatott tárgyak kerülnek a kiállításokba. És a múzeológusok, akik ismerik a raktárak állományát, gyakran gondolják azt, hogy hát mennyire kár, hogy bizonyos tárgyak azok soha nem kerülnek a nézők elé. És ez a hashtag Raktárszerda játék, ez arról szól, hogy a múzeumok, társmúzeumok, és így nyilván a Tatai Német Nemzetiségi Múzeum is minden szerdán megoszt egy tárgyat, egy olyan tárgyat, ami soha nem került ki a raktárnak a sötétjéből, és most egyszer, egy pillanatra a virtuális látogatók pillantásába kerülhet, és ott lubickolhat, és elmondhatja, hogy hát ő is tárgy. A Tatai Német Nemzetiségi Múzeum közösségi oldalai nem csak a meghívók események terjesztésére szolgálnak. A Tatai Múzeum munkatársai az online látogatók igényeit is szeretnék kielégíteni. Ehhez a tartalomszolgáltatáshoz segítséget is kap a múzeum. Lengyel Bálint 4 hónapos ösztöndíjjal került a Tatai Múzeumba. A Németországban élő hallgató másfél éve jött Magyarországra, hogy itt bővítse ismereteit. Főképp a Facebook és Twitteren dolgozok, naponta posztolok, és a múzeum küldetését terjesztem főleg fiatalabb generációknak. Két csatornán keresztül próbáljuk megszólítani a fiatalokat. Az egyik az a múzeumi blogunk, amin cikkeket és kommentárokat írok aktuális témákról, főképp a migráció területén. A digitalizálás korszakában szerintem ez fontos tényező, hogy a muzeológiát is digitalizálva dolgozzuk fel, és erre az IFA, az Institut für Auslandsbeziehungen Stuttgartból nagy hangsúlyt fektet, és kíván hozzátenni valamit a nemzetközi kulturális együttműködéshez.
Behajtani tilos táblát helyeztek ki a rendelő intézet előtt, valamint az Eötvös József gimnáziumban is elkezdődött az új tanév ünnepélyes tanévnyitóval. Gólyanapon ismerkedtek a diákok az iskolával a Vaszariban, és gólyatábort szerveztek a jávorkás tanulóknak az új kilencedikeseknek. Ezekről szóló összeállításainkat csütörtöki híradónkban láthatták augusztus 31-én. Egyre nagyobb a forgalom a rendelőintézetnél, és a sok parkoló autó már több alkalommal is meggátolta a diákpresszó környékén élők közlekedését. A Hősök terénél ezért egy behajtani tilos táblát helyeztek ki, hogy ezzel biztosítsák a lakók szabad ki- és behajtását. A tábla szükségszerűségét az természetesen az a parkolási helyzet indokolja, amit a rendelőintézet környezetében kialakult, és kialakulóban van, hiszen reggeli órákban és délutáni csúcsforgalmi időkben nagy a forgalom errefelé. Akkor képződnek itt olyan parkolási problémák, amelyek ebben a zsákutcában gátolták az itt lakónak a szabad mozgását. Több bejelentés is érkezett a parkolás tekintetében, ezzel szerintem még a jövőben is majd kell foglalkozni. Valóban szükség lenne talán egy olyan bővítési, megoldási lehetőségre majd, ami ezt a mostani helyzetet enyhíti. Itt igazából abban lehet gondolkozni, hogy van egy parkolóigénye a rendelőintézetnek, feltételezéseim szerint lesz a kastélynak egy jelentős parkolóigénye, és hogyha esetleg a fedett lovardának a sorsa eldől, és azt a funkciót fogja kapni, amit mondjuk a városvezetése gondol, közművelődési célú, akkor oda is szükségeltetik majd egy jelentős parkolószám kiépítése. Azzal együtt tud ez majd, én azt gondolom, látható módon megoldódni. Ennek a helyzetnek a kezelését mindenképpen kezelni kellett, hiszen az itt lakó polgár mozgása azzal, hogy az itt parkoló autók elállták a garázs kihajtási lehetőségét, ezzel ez nagyon nagy mértékben akadályozva volt. A helyi képviselő kezdeményezte ezt az intézkedést, én is foglalkoztam vele a helyszínen, próbáltam az ő elképzeléseit segíteni. Egy kicsit én más megoldást gondolnék, még lehet, hogy ebben majd megpróbálunk tovább lépni, abban a tekintetben, hogy hogyan lehetne mégis azért a parkolószámot. Ez 4-5 parkolás most elvész ezzel, de ugyanakkor a mozgás, a garázskihajtó nem indokolja az ilyen mértékű lezárást. Tehát igazából ebben azt szeretnénk majd elérni, és ezzel majd én is fogok ezügyben lépni, hogy ha csak a mozgását tudjuk garantálni, akkor az hogyan lehetne, milyen a KRESZ szabályinak megfelelően lehet-e megoldást találni, vagy igazából ez a mostani merev lezárás, ez jelenti az egyetlen pillanati jó megoldást. Az önkormányzat arra kéri a tataiakat, hogy vegyék figyelembe az újonnan kihelyezett táblát a zavartalan közlekedés érdekében. 160 új kilencedikes kezdi meg az idén tanulmányait az Eötvös József gimnáziumban. A régi diákok mellett őket is köszöntötték az ünnepélyes tanévnyitón. Természetesen ilyenkor a kilencedikes osztályok és osztályfőnökeik a legizgatottabbak. Nagyon nagy várakozással vártam ezeket a gyerekeket. Úgy tudom, hogy nagyon jó tanuló diákok. A félosztály biológia-kémia tagozatos lesz, nagyon sokan készülnek biológiából, kémiából tovább tanulni orvosi pályára, állatorvosi pályára, vegyészmérnöki pályára, úgyhogy nagy reményeim vannak, hogy szép versenyeredményeket fognak elérni, és hát, hogy jól fognak szerepelni. Még nem is tudom beazonosítani a gyerekeket, csak a neveiket tudom. Egy gólyanapon találkoztunk, és hát majd holnap osztályfőnöki, több osztályfőnöki órán ismerkedünk egymással. Azt hiszem, a célunk az, ami tavaly is volt, meg bízom benne, jövőre is lesz, meg még sok-sok évig lesz, hogy Tata és a kistérség diákjai közül a tanulásra motiváltak, a tanulni vágyók minél nagyobb számban szeressenek az Eötvös gimnáziumba járni, és akarjanak ide felvételizni. Az idei évben is 160 új kilencedikes kezdi meg tanulmányait a gimnázium 5 osztályába, az angol két tannyelvű képzésű 5 évfolyamos osztályunkban, az Arany János tehetséggondozó program szintén 5 évfolyamos képzésében, és indul 3-4 évfolyamos képzési osztályunk, a tavalyihoz, illetve az elmúlt évekhez hasonló képzés
képzési profilokkal, emelt biológia-kémia tagozattal, matematika tagozattal, humán tagozattal, német tagozattal és általános képzési csoporttal. Ma van az évnyitó, ugye most valójában nyitjuk az új évet, illetve a mai nappal zárjuk az előző tanévet, hiszen augusztus 31-éig tart az előző tanév, osztályozó vizsgák, javító vizsgák, illetve a következő tanév előkészítése zajlott a napokban. Holnap kezdődik a 2017-18-as tanév. Osztályfőnöki órákkal, tankönyvosztással, és hát természetesen már tanulással, hiszen döngetik a kaput a tudásra vágyó fiatalok. A nyári szünet után ismét gyerekzsivaj töltötte be a tornatermet és néhány tantermet is a Vasszali János iskolában. Az első és ötödik osztályos tanulók fogadására gólyanapot szerveztek, ahol a gyerekek megismerkedhettek az iskolával, a tanítónénikkel, egymással, így szeptember 1-én már ismerősként üdvözölhetik őket a tanévnyitón. Azért fontos, hogy holnap ne ismeretlenül lépjenek be az iskola kapun, hanem már ismerősként, vasszaris diákként, és így könnyebb lesz már az első nap a beilleszkedés számukra, a szülőknek is pontosan tudják, hogy hova kell hozni, mikor jöjjenek a gyermekekért, melyik teremben vannak, ez már holnapi napra mindenkinek ismert lesz. Hát első osztályos diákunk 63-an vannak, nagyon édes kis gyermekek, akik ma már azt mondták nekem, hogy nagyon unatkoztak nyáron, és nagyon várják az iskolát. 63-an vannak három osztályban, és az ötödik évfolyamunk pedig a legnagyobb létszámú évfolyam, közel 150-en vannak. A alsó tagozaton három osztályunk van, a tagintézményünkben van még két osztály, a Jászmin utcai általános iskolában, és hát itt most úgy alakult, hogy a Jászminból egy osztály teljesen együtt maradt, és azért még hozzájuk is kerültek tanulók, mivel elég nagy létszámúak, mondom, szinte 30 fős az összes ötödik osztályunk. A többi osztály pedig vegyes, tehát vegyesen, úgyhogy mindenki egyenlő eséllyel indul. Vegyes osztályok lesznek, a matematika osztály, ugye tagozat, a nyelvi osztály, a Jászminos osztály is, van még két osztályunk, ahol szintén vegyesen vannak a diákok. Az idei évben a legnagyobb kihívás számomra az, hogy az elsősöket megtanítsam írni és olvasni. Én magyar szakon végeztem a főiskolán, tehát közel áll hozzám a magyar, mint tantárgy, de még nem tanítottam, úgyhogy ez számomra egy nagy lépcső, amit meg kell lépnem, de nagyon örülök neki, mert úgy gondolom, hogy a pedagógus pálya szépsége az ebben rejlik. Úgyhogy ez a legnagyobb kihívás. Az elsősök, mint ezt korosztály, már tavaly is dolgoztam velük, tehát ez akkora kihívás nem jelent számomra, de mint a magyar tantárgy tanítása, az igen. A gyerekek első nézésre körülbelül fél órát töltöttem velük eddig, de nagyon okosak, intelligensek és tisztelettudóak, és úgy gondolom, hogy nem lesz velük probléma dolgozni. Az iskola épületével, a tantermekkel és a műhelyekkel ismerkedtek a Jávorka mezőgazdasági szakiskola új tanulói. Az intézményben minden évben hagyományosan a nyári szünet utolsó napjaiban szerveznek gólyatábort a 9-eseknek. A gólyatábornak az a fő lényege, hogy az idejövő diákok megismerjék mind az intézményben működő apróbb lehetőségeket, szakmákat, és ha véletlenül ugye a más orientációban szeretne eltevékenykedni, akkor ebben milyen lehetőségeket találhat. És mivel nagyon szerteágazók mind a szakmák, mind az iskolának a felépítése, ezért láttuk jónak, hogy a gólyák megismerhessék magát az intézményt egy kicsit beljebbről, kicsit játékosabban, mint hogyha az iskolába kellene már jönniük, ugye pénteken. Tegnap kezdtük a gólyatábort, sajnos a kollégiumban a felújítások úgy elhúzódtak, hogy nem sikerült befejezni, így a polgármester úr segítségével a tábornak a szállása a Fényesfürdőn lett elhelyezve. Beérkezés után volt egy kis
térképen való tatai ismerkedés, aztán ebéd után bejártuk a várost. Hát mire a végére értünk, a 3-4 órás séta után, addigra már a gyerekek örültek, hogy a szállásra vesszük az irányt. Ott a szálláson megvacsoráztunk, és utána a Nagy Dániel kollégium vezető segítségével egy nagyon kellemes táncházas program volt. Örültek neki, utána volt egy kis szabad program, és akkor 10 órakor volt a takarodó. Most picit később keltünk a mai nap, ilyen 7-8-as ébredés után, honnan besétáltunk, hogy akkor magával az iskolával is mélyebben itt délelőtt meg tudjunk ismerkedni. A gólyatáborban minden évben segítőként vesznek részt felsőbéves diákok is, akik szintén fontosnak tartják a tanévkezdés előtt az ismerkedésre szánt napokat. Hát jobban megismerjék, hogy itt az egész iskolát, a rendszert, a szokásokat, hagyományokat, az, hogy vigyázzanak arra, amit látnak, tapasztalnak, hogy mégiscsak egy iskoláról van szó, azért őrizzük meg azt, ahogy kinéz az iskola. Az a probléma, hogy mostanában olyan emberek jönnek, akik egyre inkább ilyen széthúzóak. És ezt próbáljuk inkább összekovácsolni, hogy minél inkább hiába széthúzóak, picit próbáljanak meg mégis összetartani. Kormányzati támogatásból oldhatja meg a város a visszatérő források által okozott problémákat. Erről egy sajtótájékoztatót tartottak a sportcsarnoknál, a Kismosó pataknál. Erről szóló összeállításunkat aznap pénteken láthatták adásunkban. 327,7 millió forintos állami támogatást kapott a magyar kormánytól. A karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtásához. A támogatás kapcsán dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár, Bencsik János országgyűlési képviselő és Mihül József polgármester tartott sajtótájékoztatót a Kismosópataknál. A visszatérő forrásokra nem csak problémaként kell tekinteni, hanem lehetőségként is. Tehát úgy kell a többletvizet kanalizálni és elvezetni, hogy azt későbbiekben hasznosítani is lehessen. Ilyen program kialakítására került sor az elmúlt évek során a Földtan és Geofizikai Intézet közreműködésével az önkormányzat megbízásából, amelynek felhasználásával tudtuk meggyőzni a belügyminisztériumot, hogy egy évvel ezelőtt állítson föl egy munkabizottságot a probléma föltérképezésére, megoldási lehetőségek pontosítására, és ennek köszönhetően születhetett meg most az a kormány határozat, amely 328 millió forint támogatásban részesíti első körben Tata város önkormányzatát. Összességében 327,7 millió forintról szól, és ezt úgy tudja majd felhasználni a település, hogy ebből tulajdonképpen 46,7 millió forintot fog tudni még vizsgálatokra fordítani. Van egy kis összeg, 3 millió forint, ami tervezésre fog tudni fordítani. Ez a lopresti forrásnak az elvezetésének a megtervezése, és egyébként pedig az összes többi részét az összegnek, tehát 278 millió forintot pedig kivitelezésre fog tudni fordítani. Ennek az egyik nagy tétele a 150 millió forint a Kismosópatak mederrendezésére és a környékének a helyreállítására. Akkor van egy 60 millió forintos tétel, ami a Hajdú utcában meglévő vízvezetékrendszer helyreállítására fog szolgálni. Aztán van egy 40 millió forintos tétel az Eszterházi kastély udvarában található tómedernek a helyreállítása, illetve a víznek az elvezetése, és ugye ez a lopresti forrásnak, szintén a vízének az elvezetésére pedig körülbelül 28 millió forint lesz az összeg, amit fog ebből tudni fordítani a Tata. A Kismosópatak fog teljes egészében a Május egy út és a Kocsi utca között megújulni, illetve a lopresti forrást tesszük biztonságossá és elvezetjük. A Hajdú utca csapadékvíz elvezetésébe be tudjuk kötni a környéken, így a loprestit is, illetve a kastély udvarán feltörő vizet. A második ütemben ennek a munkának közvetlen folytatásaként, hiszen már erre vonatkozó adatainkat is elküldtük a kormánynak, jön a Május egy út 43-45 alatti vízleszívás, tehát megoldása annak, hogy a ház teljes biztonságban legyen, most is abban van egyébként, de aki bemegy, érzi a dohos szagot lent a pincébe, még mindig nyírkos, és óriási mennyiségben jön ki a víz.
de ugyanilyen feladatunk lesz a vár forrásainak a végleges kezelése, ugyanilyen feladatunk lesz itt a Május Egyút innens oldalán, ott a vadászboltnál lévő forrás, az angolparki források elindulását követően végig a malomároknak a megoldása, és természetesen a fényesen is folytatódni kell a munkálatoknak, hiszen a legnagyobb mennyiségű víz pedig ott tör föl. Úgyhogy ebben egyrészt türelmet kérek továbbra is a tataiaktól, de most már úgy kérem ezt a türelmet, hogy most már látni fogják a gépeket is, amelyek hamarosan elindulnak a közbeszerzést és az állammal történő szerződést kötést követően. A támogatási szerződés megkötésének előkészítése már elkezdődött. A pénzt néhány héten belül megkapja a város, és 2018. decemberéig tudja majd azt felhasználni. 763 kisdiák kezdte meg a 2017-18-as tanévet a Vaszari János általános iskolában. A tanévnyitó napját hagyományosan az iskolával való ismerkedésnek, az idei tanév rendjének ismertetésére szánták a pedagógusok. Ami ugye nagyon fontos az első osztályosok számára kiemelten, valamint szintén az ötödik osztályosoknak, akik idáig nem ide a Vaszariba jártak. Utána osztályfőnöki órák lesznek, amin az egész évre való tudnivalót megtudják a gyermekek, és az utolsó két óra már tanítás szerint, az órarend szerint megy, de természetesen azért ma még nincs olyan komoly tanulás. Az ünnepség keretében fontos bejelentést is tett az intézmény, melyről a térség önkormányzati képviselője számolt be. Immár ez az intézmény is része annak a 10 milliárd forintos iskolafejlesztési programnak, amely a Tatai medencében megkezdődött. Térségi iskola központtá fejlesztjük a Vaszari iskolát a Jászmin úti tagozattal együtt, ami azt jelenti, hogy 1 milliárd 160 millió forintból újulhat meg a következő két esztendőben mind a két iskola, kiegészülve azokkal a hiányzó funkciókkal még, amelyeket majd egy nagyobb átfogó építési munka keretében fognak pótolni. De a kisebbek sem fognak kimaradni, hála Istennek a Fazekas utcai iskola korszerűsítésére is sikerült egy kisebb pályázati összeget elnyernünk. A közműrendszer megújítását, vízvezeték építést, csatorna és villamos hálózat rendezését, szigetelést és a tornatermi kapacitás bővülését célzó felújítást várhatóan e tanév végén tudják megkezdeni. A beruházás nagysága miatt pedig valószínű, hogy a munkálatok a 2018-19-es tanévben zárulnak majd. Szeptember 4-én hétfőn Önök a Tatai Televízió Tallózó című műsorát látták. Adásunkban beszámoltunk az elmúlt hét legfontosabb eseményeiről. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Tallózóval legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Én köszönöm még egyszer megtisztelő figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!